A világkupa győztes Európa-bajnok csörgőlabdázó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szolidaritási programja révén járja az országot, és azon dolgozik, hogy az emberekben megváltozzon a fogyatékossággal élőkről kialakult kép. Több mint 900 osztályt keresett már fel. Legutóbb az Andrássy György katolikus közgazdasági középiskola diákjaihoz látogatott, hogy meséljen az életéről, az elfogadásról, és arról a fogyatékos emberekkel együtt lehet tanulni, dolgozni, élni. Elmondható az, hogy ezek a fiatalok, akikkel most már tényleg 5 éve beszélgettem, most már van olyan, aki anyuka lett, tehát tényleg felnőnek, nagyon-nagyon hamar felnőnek ez, és remélhetőleg el fogják vinni ezt a programnak az üzenetét, az, hogy lehet velünk tényleg együtt dolgozni, lehet velünk együtt élni, és lehet nekünk segíteni. Martonné Adler Ildikó alpolgármester arról szólt, a program egyik legnagyobb erénye, hogy a fiatalokat célozza meg. Hozzátette, Eger a parasport egyik fellegvára, a város élen jár a hasonló kezdeményezésekben. A diákok a beszélgetést követően Orsós Zsolt segítségével maguk is kipróbálhatták a csörgőlabdázást, azaz, hogy milyen látássérültként küzdeni, sikereket elérni és megbízni egymásban. És go!